De meg is próbálhatjuk. Arra ügyelünk, hogy a gyökere ne álljon felfelé. Mert abból... Mert akkor rossz irányba kezd el nőni. Erdész mutatja be a faültetése rejtelmeit általános iskolás korú gyermekeknek a sóstói erdőben, Nyíregyháza közelében. A diákok nagy érdeklődéssel figyelték a folyamatokat, és ők maguk is nekiláttak az erdősítésnek. A Nyírerdő ZRT által szervezett önkéntes faültetési nap ugyanakkor nem csak a fiatalokat mozgatta meg, egy idősebb emberekből álló csoport tagjai is ásót ragadtak. Rendszeresen részt vesznek hasonló programokon, fontos ugyanis számukra a környezetvédelem. Az elmúlt évben mi voltunk kezdeményezői egy országos civil szerveződésnek, a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének, hogy ültessünk fákat. Kétszer már nekirugaszkodtunk, de a pandémia miatt lefújták mindig, már éppen jöttünk volna ültetni. Végül is tavaly sikerült iskolák parkjába fát ültetni, így oldottuk meg, és így elsők lettünk országos szinten. Ezt szeretnénk folytatni, mert nem csak háborús válság van, hanem klímaválság is, és ennek tudatában védeni kell a környezetünket. A napos és enyhe időnek köszönhetően kiengedett a földfagya, a Nyírerdő szakemberei ilyenkor azonnal nekilátnak az erdősítésnek. A társaság 4 évvel ezelőtt hirdette meg először önkéntesek számára a faültetést, amely ugyanakkor tavaly és tavaly előtt a járványhelyzet miatt elmaradt. Ezt a hagyományt élesztették most újra. 2018-ban történt először, hogy itt nyilván sóstói erdőben, Nyíregyháza közelségében, illetve a Pál Miklós Erdészeti Erdőiskola munkája kapcsán önkéntes faültetésre hívtuk a lakosságot, gyerekeket, felnőtteket, nyugdíjasokat, azért, hogy mindenki egy kicsit közelebb kerüljön az erdőhöz, meg lássa azt, hogy mi is az erdésznek a munkája. És hát az volt a tapasztalat, hogy nagyon-nagyon sok nagy érdeklődés volt erre a programra. Mindenki idézőjelbe jött segíteni, nagyon szívesen vettük. Sajnos a pandémiás helyzet az elmúlt 2 évben nem tette ezt lehetővé, de most ebben az évben újra meghirdettük a mai napra először. Várhatóan még azért lesz ennek folytatása. És itt a sóstói erdőben egy tavaly elültetett erdősítésben végezzük el a pótlást önkéntes faültetőkkel. A 3 hektáros területen összesen csaknem 100 önkéntes segédkezett a faültetésben.